műfűves focipálya, műanyagborítású szabadtéri kosárlabda pályák, futó és ugróhelyek. Eddig sem volt szegényesnek mondható a nyíregyházi ötvös sportudvara, most azonban tovább bővült a fiatalok számára rendelkezésre álló sporteszközök száma. A nyíregyházi kosárlabda klub több mint másfél évtizede áll kapcsolatban az intézménnyel. Korábban már több fejlesztéssel járultak hozzá a sportolási körülmények javításához, a legújabb beruházásuk pedig egy szabadtéri kondipark. Az 50 négyzetméteres, 10 kondicionáló elemmel felszerelt kondipark 5,8 millió forintos bekerülési költségét az NKK biztosította TAUS forrásból és saját erőből. 2007 óta csinál a Nyíregyházi Kosárlabda Klub kosárlabda sportot, azóta próbálunk itt az ötvös gyakorlóban kosárlabdázni. Kisebb-nagyobb sikerrel, most a vége felé nagyobb. Tehát 2007-ben kezdtük, de 2014-ben fordult ez nagyon komolyá, hiszen akkor felújítottuk az iskola tornacsarnokát, TAO sportfejlesztési programunk részeként, majd 3 évre rá megépítettünk 2 szabadtéri kosárlabda pályát gumibarítással, és most ennek az együttműködésének a negyedik része egy szabadtéri kondicionáló parknak az átadása itt az iskola sportudvarán. Az ötvös a Nyíregyházi Egyetem gyakorló iskolája, így a felsőoktatási intézmény számára sem mindegy, hogy milyen körülmények között oktathatnak hallgatóik, és milyen körülmények között sportolhatnak a diákok. Egy közel 1000 fős diák létszámot tudhatunk magunkénak a Nyíregyházi Egyetem berkein belül, és tudjuk azt, hogy nálunk kiemelt helyet foglal el a sportszakos képzéseknek a fejlesztése, és valóban utánpótlás is jelent a hallgatói létszám vonatkozásában, meg a város sportéletében is az a diák létszám, amelyik itt tanul az Ötvös József gyakorló általános iskolában. Ehhez viszont az infrastruktúrát is meg kell teremteni, ennek vagyunk ma egy szép példáján, amikor átadtuk ezt a külső kondiparkot. Mint az ötvös igazgatója elmondta, a labdajátékok mellett atlétikában, tornában és versenytáncban is sikeresen szerepelnek évről évre az iskola diákjai. Az iskolánk életében nem csak a diák létszámhoz kapcsolódóan kell, hogy kiemeljem ezt, meghatározó szerepet tölt be a sporttevékenység, annak különböző formái. Ahogy említettem, köszöntőmben, az éptestben éplélek elvét valóban nagyon fontosnak tartjuk, a preventív egészségmegőrzés szempontjából is nagyon fontosnak tartjuk a sporttevékenységet. Nyilván itt ugye a mindennapos testnevelés tanítás, tehát a hivatalos, az oktatási jellegű, és ehhez kapcsolódik a amatőr sporttevékenység, szabadidősport és a tehetséggondozó versenysport tevékenység, és ez meghatározó, tehát az iskolánk életében fontosnak gondoljuk. Az átadót követően az NKK fiatal kosarasai egy rögtönzött bemutatóval igyekeztek kedvet csinálni a kondipark használatához. Mire a diákok visszatérnek a vakációról, már komfortosabb környezet várja őket, ugyanis a Nyíregyházi Kosárlabda Klub ráadásként nyáron parkosítja a kondipark környékét.